Moisé professzor francia, egyháztörténész, fiatal, és mindezek az elemek érvényre jutnak a katolicizmus története című könyvében. Ez teszi élvezetessé, lendületessé és olvashatóvá ezt a könyvet, hogy egy hatalmas ívben az egyház kezdetétől napjainkig vezetve a történetet beleágyazza a kultúra történetébe és a politika történetébe. Ahogy Jézus Krisztus személye mind a mai napig sokakat izgat, és kérdés számukra, hogy ki Jézus Krisztus, ugyanúgy kérdés az is, hogy mi tulajdonképpen Jézus Krisztus egyháza, ahogy a szerző olvasatában közelít, mi a katolicizmus. A belső elkötelezettsége is érvényre jut a szerzőnek, mert nem lehet úgy írni egy témáról, az egyház története, hogy azt ne szeretnénk, hogy valamiféle belső viszonyulás, elkötelezettség ne jellemezne bennünket. A történésznek nem feladat, hogy tippeket adjon alanyának, azaz az egyháznak, hogy mit kell tennie. De azt gondolom, a szerző belső elkötelezettségnek logikus következménye az, hogy egy kicsit drukkol ennek az intézménynek, ennek a küldetéses intézménynek, hogy a nagyon megváltozott, szekularizált világban számos kihívás közepette megtalálja azt a választ, amely egyrészt létét stabilizálja, másrészt amelyben üzenetét el tudja juttatni az emberekhez. Thank you.